Hagyományosan futballal búcsúztatták az esztendőt a Videóton baráti kör tagjai. Idén 12. alkalommal rendezték meg az évvégi országos kispályás labdarúgó tornát ismét nagy sikerrel. Az első két napon, vagyis december 28-án és 29-én a csoportmérkőzéseket rendezték. A 24 együttest 6-4-es csoportba osztották, ahonnét az első két helyezett, valamint a négy legjobb csoport harmadik jutott a pénteki egyenes kieséses szakaszba. A döntő napján természetesen már gála meccsek egész sora tarkította a programot. A negyed döntők után a VBKE és egyéb szurkolói csoportok emlékeztek elhunyt játékosokra, edzőkre, szurkolókra. A meccsen a szurkolók csaptak össze korábbi játékosokból álló együttessel, amelyben többek között Mitring István, Árki Gábor, Tíber Krisztián, Bekő Balázs és Vajda Gusztáv is parketre lépett. A találkozó végén a Bekőféle csapat örülhetett a 3-1-es sikernek. A programban ezután következtek az elődöntők. Az első összecsapáson a Spárta FC nézett farkas szemet a Magasföldi József nevével fémjelzett Phoenix Bombon gárdájával. Az első 13 percet a Spárta zárta jobban, Tíber Szabolcs góljával 1-0-ra vezettek. A második félidőben aztán Szoboszlai Zsolt egalizált 1-1, következhettek a büntetők, melyet 4-2-re a Spárta nyert. A második elődöntőben a Zebrák bádogos villamedik a mérkőzést láthatott a publikum. Félidei 0-0 után Rajnai Gábor góljával a bádogosnál volt az előny, de a Zebrák minden mindegy alapon mezőnyjátékosra cserélték kapusukat. A húzás bejött, előbb egyenlítettek, majd a győzelmet is megszerezték, 2-1 jutottak az esti fináléba. Ezután a fiataloké volt a terep, a Videóton FC U17-es legényei mérkőztek a Vasvári Pál gimnázium játékosaival. 0-0-ás meccs után hetesekkel a gimnazisták nyertek. A női bemutató találkozó ennél simább lett, Nagy Anett 2 és Szalai Kitté 1 góljával a Veszta 2-es csapata 3-1-es győzelmet aratott az Arisz lányai felett. Időközben befutott a celebek gála csapatát erősítő két népszerű valóságshow hős is, Christopher, valamint Oliver is. Nagyon jó foci lesz, én kb. Két éve már nem nyomtam, én 12 évig fociztam, úgyhogy nagyon várom, és nagyon tetszik a pálya, úgyhogy jól akarom magamat érezni. Igen, igen, abszolút játszani fog, bár 20 éve nem érintettem labdát, úgyhogy én nem tudom, hogy mit fog csinálni. Előre is elnézést kérek mindenkitől, de leginkább a csapattársaimtól, akikkel még igazából nem is találkoztam, de nagyon remélem, hogy egy sör mellett majd meg fognak nekem bocsátani. És milyen poszton játszol? Fogalmam sincs. Nagyon remélem, hogy azon a poszton, ami alig látható, meg keveset játszik, tudod. Mármint úgy értve, hogy én beleadok majd apait, anyait, de tehát a szétszigizett tüdőmmel nem hiszem, hogy egy Cristiano Ronaldo-t tisztelhetünk bennem. Krisztófer, te hozod majd a pályán a kubai stílust? Hát persze, én nagyon vad leszek, és nagyon pörgős, nagyon hajtós vagyok, és hát mindenféleképpen csatár szeretnék lenni. De majd kiderül, mert én is két éve nem nyúltam a labdához. A fehérvári média celeb válogatott, a többek között Bozai Istvánt, városgondokot, Tibor Dávidot, a főszponzor vezérigazgatóját is soraiban tudó fehérvári közéle csapatával játszott. Egy elég érdekes meccset, ami egy ilyen találkozó esetében természetesen normális. Igazságos 3-3-as döntetlen született, Arany Tamás 6-6-os közreműködésével, valamint Péter és Christopher 2-2 góljának köszönhetően. Bár a kubai macsó büntetőjét Arany sportás minden bizonnyal addig rugatta volna, míg be nem megy, azért elég volt kétszer. 3-3 lett a mérkőzés, milyen volt belülről? Nagyon jó, ügyesek voltak a celebek, közélet is, úgyhogy jó hangulatú mérkőzés volt. Kicsit részrehajló bíráskodással. Na ezt akartam kérdezni, hogy itt mit szólt a végén a bíráskodáshoz? Hát sajnos Arany úr elfelejtette, hogy melyik városban él, de azért majd legközelebb reméljük bepótolja. És saját teljesítmény? Hát kicsit gyenge volt, de hát ez a karácsonyi beigli és káposzta azért rányomja a bélyegét a teljesítményre ilyenkor. Nagyon-nagyon izgalmasan alakult a vége, és az egyik játékos olyan súlyos szabálytalanságot követett el, hogy nem következtetett más, mint büntetőrugás. Így, hát nagyon érdekes, de 3-3-as döntetlennel ért véget a gála mérkőzés. Komolyra fordítva a szót, milyen a torna, mennyire sportszerűek a játékosok? Nekem nagyon tetszik egyébként, nem volt semmi olyan kirívó szabálytalanság. Nyilván kemény mérkőzések vannak, hiszen senki nem úgy lép pályára, hogy nem szeretne győzni, de olyan durvaság nem volt a tornán, és bízom benne, most már nem is lesz. Ez a 3 nap úgy gondolom, hogy így évvégén mindig kiváló rendezvény, vonzza a közönséget, és olyan játékosok lépnek parketre, akiket nem minden nap láthatnak. Nagyon jó gálamérkőzésekre kerül sor, úgyhogy jó ez a torna, és biztos, hogy lesz folytatása. Csank János ismét az NB2-ből villám gyorsan visszajutó együttesét dirigálhatta a Videóton vegyes ellen. Fehér mezben pályára lépett többek között Sipek István, Zombori Zalán és Csató Sándor. Milyen emlékeket tűriz arról a csapatra, amely olyan simán jutott vissza az NB1-be? Hát csak a legjobbakat tényleg, mert abban második ligában mindig szoktam mondani, hogy akkoriban a bajnokságot nyerni nem volt olyan egyszerű, hiszen egy csoportos volt a NB2.
és tényleg egyszer kaptunk ki Szolnokon, a többit azt úgy hoztuk, hogy kellett. Százvány gól, százvány pont, úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt, és sok olyan élmény volt, ami még hiába, hogy elértem egy-két dolgot a futballban, de ez jelentős állomás volt az életemben. És mit vár ma a srácoktól? Hát mondtam nekik, hogy apró gólokkal zavarják meg az ellenfél védelmét, hát remélem, hogy sikerült. A mérkőzést ismét Arany Tamás vezette, és ismételten 3-3-as döntetlen született. A piros-kék vegyes csapatból Varga István kétszer, míg Vadász István egyszer volt eredményes, ezzel szemben Sipeki, Fogarasi és Zombori három találata volt a válasz, és ekkor már csak a finálé volt hátra. Az a döntő, amelyen sokáig csak tapogatóztak a csapatok. A Zebrák klasszikus futszaljátékot játszottak, amely nem nagyon ízlett a kékmezes Spárta FC játékosainak. Az első félidőben volt helyzet itt is, ott is, de gól nem született. A labda csak egy ízben került a gólvonal mögé, egy magáról megfeledkező szurkoló a Spárta kapuja előtt megszerezte a labdát, és egészen a Zebrák kapujáig futott vele, majd bedobta azt oda. A rendezők gyorsan játéktéren kívülre terelték a fehérvári Jimmy Jumpot. A második 13 percre aztán a Zebrák jöttek ki harapósabban, több nagy lehetőséget kidolgoztak, de gól sokáig nem született. Majd nem sokkal a mérkőzés vége előtt Csopaki István juttatta előnyhöz csapatát, Matoca Dániel először még hárított, de az ismétlés már nem tudta megfogni, 1-0 a Zebráknak. Ekkor már alig 2 perc volt hátra, a kékek pedig hiába hoztak mezőnyjátékost kapusuk helyett, egyenlíteni nem tudtak, sőt két óriási lehetőség is kimaradt a túloldalon, mindkét üres kapura tartó lövés elkerülte azt. A torna döntőinek végeredménye tehát Zebrák Spárta FC 1-0, a fekete-fehérek emelhették magasba a győztesnek járó trófeát. Remek három nap volt, következzenek tehát az értékelések a döntőben győztes gólt szerző Csopaki Istvántól, a torna legjobb kapusától Matoca Dánieltől, Magasföldi Józseftől, a gólkirálytól, Tibor Dávidtól, a főszponzortól és a torna projektvezetőjétől, Juhász Lászlótól. Ez ma azt hiszem a 4. vagy 5. meccsünk volt, tehát azért fárasztó egy ilyen tornán részt venni. Igazából most azzal nem leszek nagykép, hogy azt mondom, igazából a legjobb csapat az mi voltunk ezen a tornán. Ennyi futszál válogatott, hogyha nem nyertünk volna, akkor szégyen lett volna szerintem. Igen, végül is kicsit szerencsés módon jutottunk be még az első nap után. Voltak problémánk a bírókkal, de mégis jól küzdött az egész csapat ma, és jó teljesítmény nyújtva. Azt gondolom, hogy aki látta a meccset, ilyen góllal ki lehet kapni. Mennyire tartod reálisnak, hogy te lettél a legjobb kapus? Mennyire értékeled jónak a saját teljesítményedet? Én azt mondom, hogy az első 4-be, aki volt csapat, mindegyik remek kapussal jött, és végül is kicsit sportdiplomácia is, hogy ki lett a legjobb kapus. Nekem jutott most ez az elismerés. Boldog vagyok nyilván, hiszen ez egy alkalom, hogy együtt legyünk a barátokkal, ugye, illetve a régi kispályás brigádunkkal, és igyekeztünk jól szerepen, ennyi jött ki belőle ma, de boldogok vagyunk, hogy együtt voltunk, és gratulálunk a Mad Dogsnak a győzelemhez. Mennyire fér bele egyébként egy NB1-es labdarúgónak egy ilyen karácsonyi torna a felkészülésbe? Hát én azt gondolom, hogy sok helyen ugye tiltják, sok helyen engedik, változó dolog. Igazából én azért vagyok mellette, mert karba-karba kell, hogy tartsa magát az ember. Kispályás futball ugye több mindenre jó, fizikálisan, dinamikában ugye felkészít. És hát ugye focizik az ember, mert aki focizni szeret, az bárhol, de focizni akar. Úgyhogy ilyen szempontból én mellette vagyok, és abszolút azt gondolom, hogy belefér. Milyen volt a főszponzor szemével ez a három nap? Hozta szokásos sok nézőt, jó hangulatot, és azonom kitűnő meccseket és küzdelmet. Milyen volt pályára lépni és gólt szerezni? Nagy öröm, ugyanis a kispályás első osztályban ritkán érzem azt, hogy gyors vagyok és viszonylag technikás. Most ebben a csapatban így éreztem, úgyhogy számomra külön élmény volt. Igazságos volt a gálameccs 3-3-as döntetlenje? A vége kicsit gyanús, de azt gondolom, hogy egy gálameccs erről szól. Milyen az összkép, milyen volt ez a három nap? Hát szerintem csodálatos labdarúgást láttunk. Köszönet érte a 24 benevezett csapatnak, köszönet a szurkolóknak, hogy kinéztek. Azt gondolom, most már mindenki izgalomba várja, jövőre ismételten megrendezzük a tornát, és a baráti kör egyértelmű jövőre is meg fogja rendezni, akkor már 13. alkalommal ezt a tornát. Mennyire fáradtál el itt a három napban? Szerintem ez látszik.